Önök az ATV műsorát látják. Ez itt a Friderikusz Most. Esti közéleti politikai műsor Budapestről. Friderikusz Sándor következik. Jó estét kívánok! Ma este először az Árpád-sávos zászlóról beszélünk, ami csak ugyan történelmi jelkép. Csak az a baj, hogy kétszeresen az. És amit 62 évvel ezelőtt szimbolizált, mára mintha kihullott volna a memóriából. Mintha, mert egészen talán mégsem. Vagy csupán a véletlen műve, hogy nem Szent István vörös lobogóját, esetleg az Árpádház kettős keresztes zászlaját, vagy mondjuk Hunyadi János oroszlános hollós lobogóját lengetik annyian az utcán? A következő percekben első kézből is kaphatunk erre választ. Itt van ugyanis Fazekas András, az a küldött, aki néhány nappal ezelőtt a Fidesz kongresszusán a színpadon lengette meg saját Árpád-sávos zászlóját, és meghívtuk erre az alkalomra Ungvár Judolf írót is, aki a zászlók történetét behatóbban is tanulmányozta. Először tehát Fazekas Árpádot kérdezem, mielőtt rátérünk a zászlóra, hadd kérdezzem meg, hogy ez a népi viselete? Tehát ez a sújtásos mellény, meg ez a népies ing? Igen, borkóstoláskor ezeket szoktam felvenni. Mert hogy borász? Igen. Ugye? Ezzel tisztelem meg a vendégeket. Bár most nem borkóstolás van, hanem egy televíziós vitába érkezett, de fölvettem. Most tisztelem meg. Nagyon köszönjük. Hétköznap egyébként ezt hordja, vagy nem, csak a borkóstolás, meg televízió műsorokban? Hogyan választotta önt ki felszólalónak a Fidesz november 27-i győri kongresszusa? Nem felszólalónak választottak ki, hanem jelentkeztem felszólalásra. Miért? Hát mert mondani valam volt. És ezt hogy kell egyébként ott megtenni? Hát be kell jelentkezni. Előre? Előre be kell jelentkezni. És meg kell jelölni a mondani valót? Igen. És mit jelölt meg? Hát én a napi problémákat jelöltem meg. És mindenkinek szót adnak, ez a szokás? Nem beszélgettél még így, ilyen értelemben Fidesz küldött el. Mindenkinek szót adnak, vagy válogatnak azok között, akik jelentkeznek? Hát ez szerintem idő sorrendben, aki jelentkezik, úgy kerül szólásra, hát természetesen mindennek van ideje, úgyhogy egy kongresszusnak is van határideje, úgyhogy amennyi idő van a felszólalásokra, annyit lehet felszólalni. Ön hány percet kapott? Én 2 percet kaptam. Ez ugye alapszabálymódosító kongresszus volt, és ön mai témánkon kívül arról beszélt a vita felszólalójaként, hogy a Fidesz vezetése elszakadt a tagságtól. Szokolai Sándor zeneszerző pedig arról, hogy nem szabad kivonulni a parlamentből, mert nem szabad ezeknek, így mondta, megadni azt az örömöt, hogy úgy érezzék, maguk közt vannak. Az alapszabály módosítása azonban, ahogy figyeltem, egy szó sem esett az úgynevezett vitában. Önnek sem volt erről mondani valója? Hát végső soron egy jól kidolgozott módosításról van szó, úgyhogy nem kellett hozzászólni ehhez a témához. Tehát meghallgatt, és utána úgy döntött, hogy nem, vagy már tudta előre, hogy nem, nincs ez mit hát hozzátenni? Nem, akkor meghallgattuk meg, előre megkaptuk az anyagot, úgyhogy nincs vele probléma. Akkor térjünk át a zászlókra, de először a magyar zászlóra, amelyet ön szerint a rendőrök többször megtapostak, ugye? Ezért javasolta azt felszólalásában, hogy legyen büntethető a magyar zászló megtaposása. Látott konkrétan is ilyen jelenetet valahol, tehát hogy a rendőrök a magyar zászlót szándékosan taposták? Hát igen, a televízióban az ember több tudósítás lát, itt láttunk ilyen jelenetet, amikor elvették a zászlót és megtaposták. Na. Magyar zászló volt? Igen, hát magyar zászló, igen, természetesen. Én nekem nem tűnt ez fel, tehát nem láttam ilyet, nem láttam ilyet. Mi láttuk, és ez úgy érzem, hogy egy nemzeti ereklyét megtaposni, az egy főben járó bűnnek számít én előttem, vagyis hát egy magyar embernek. És kivették a tüntetők kezéből, ledobták a földre, és szándékosan megtaposták, tehát ez a cselekménysor így volt így látható? Volt, igen. Hát én itt minden nap ezzel foglalkoztam az elmúlt nem tudom én hány hétben, és egyetlen egy bejátszásban sem, nem tudom, melyik tévében, milyen műsorban? Hát lehet, hogy nem egy tévét nézünk, úgyhogy... Az könnyen lehet, én minden tévét nézek, de úgyhogy belefér az én érdeklődésem a szélső jobbtól a szélső balig minden, tehát... Szóval melyik tévében látta ezt? Hát így nem mondom most konkrétan, hogy melyikről láttam. Semmi baj nincs. Nincs problémából, kimondanám, csak értem, egy képösszeállításban feltűnt ez. Mondjál, hogy mit látod? Hát az, hogy egy magyar zászlót, vagyis hát egy Árpád-sávos zászlót, vagy piros-fehér-zöld zászlót ingerelték, vagy ingerelték. De vagy is? Mind a kettőt? Mind a kettőt. És ez egy kicsit felháborító, vagyis hát nem tudom, hogy önnek nem. Egy magyar, én csak magyar kérdezek, tehát véleményemet nem mondom, ezt majd figyelheti végig, hogy én csak kérdezek. Hát egy magyar zászlót azért szemben szent erekének tart, és... Magyar zászlónak tartja mind a kettőt, mind természetesen? Mind a kettőt, természetesen. Igen.
Hát egy árpássávot zászló, ami megfigyeltünk, hát most sokan úgy mondják, hogy a szálasiek is használták. Ez így való, és ettől teljesen elhatárolunk mi, mert azt hiszem, hogy azért, hogy egy ősi zászlót használtak rossz értelemben, rossz célra, akkor az a zászlót még magyar zászlónak tekintünk. A nemzeti színű zászlótba is belevert, ezért rajzolták a sarlót és a kalapácsot. De amit ön a rendőr jelenetben látott, vagy a televíziós jelenetben, az a piros-fehér-zöld zászlóra, meg az árpádsávosra egyaránt vonatkozik. Igen, vonatkozik. Na most ön ugye azt azért hiány... Még nem fejeztem, vagy attól még nem kommunista zászló a piros-fehér-zöld zászló sem. Még erre mindjárt visszatérünk. Igen. Tehát azt javasolta, hogy legyen büntethető a magyar zászló megtaposása, és ezek szerint látott ilyen jelenetet. Na most talán tudja, hogy a nemzeti jelkép megsértése címen a zászló védelme szerepel a hatályos büntető törvénykönyvben, mégpedig a 269/A paragrafus azt írja, hogy aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával, vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Tehát ha látott magyar zászlót szándékosan megtaposó rendőröket, miért nem jelentette fel őket? Higgy el, hogy én borász vagyok, én nekem nem ez az első foglalkozásom, hogy most feljelentsem. Én csak egy nyilvánosságon ezt kértem, hogy védjük meg a magyar zászlónkat, és ne nevezzük a zárpássávos zászlónkat fasiszta zászlónak. Ezért döntött úgy, hogy a felszólalva vagy a színpadra menet az első mondatai után a táskából előhúzza, felmutatja az egybegyűlteknek ezt az árpádsávos zászlót, és azt közli, hogy ugye ez nem fasiszta jelkép, hanem magyar zászló, mint hogy itt is mondta? Hát konkrétan a felszólalásom végén történt ez, és megmutattam a médiának, hogy ez nem hasonlít a fasiszta zászlához, mivel hogy egy színnel különbözik is, és semmi nincs belevarva. Tudja-e jól, hát nyilván tudja, hány éve Fidesz tag? Hát 10 éve. 10 éve. És eljár a Fidesz rendezvényekre? Már úgy értem, hogy például a központi rendezvényekre ide Budapestre is akár? Igen, ha az ide enged, igen, a kongresszusokra el szoktam járni. És mondjuk az október 23-i nagygyűlésre? Ott nem voltam. Ott nem volt. De azt nyilván tudja, meg hát olvassa az újságban is, hogy pártjának, a Fidesznek elég sok kellemetlensége származik abból, hogy a különböző nagygyűléseken az utóbbi időben fennen lengetik ezt az árpádsávos zászlót. Nem gondolta rá, hogy esetleg önön maga megkímélhetné a pártját azzal, hogy nem hozza ilyen helyzetbe, hogy előveszi azok számára, akik esetleg ettől érzék, vagy erre érzékenyen reagálnak? Hát végsősorban ez a célunk az, hogy elhatároljunk mi ettől, aki árpádház zászlót használ, azt ne nevezzék fasisztának, mert semmi közünk hozzá, teljes mértékben elítéljük a fasizmust, a kommunizmust, mindenféle izmust. És azért, hogy mondjuk például, ha egy késsel valakit megölnek, az gyilkos, ugye? De egy háziasszony kést fog a kezébe, azért még ne nevezzük gyilkosnak. Na, tehát nyilván ön is hallotta, meg ezerszer elmondták, különösen az utóbbi napokban, de korábban is, hogy ez valaha magyar történelmi zászló volt, közben azonban történt valami egy és más. Hát igen, tudjuk, ez egy szégyenletes foltja a történelmünknek. És ha egyre sem gondolunk... Egyre gondolunk, amiről az előbb is beszélt, nyilván. De akkor is határoljunk el ettől, hogy azért ez az árpássávos zászló, mert azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy István királyt se nevezhetnénk fasisztának, hogy használtuk ezt a történelmi zászlót 1000 évvel ezelőtt. Vagy például itt van a Szent Korona. Szent Korona nekünk egy jelkép, de hát azért azt ne nevezzék mások Mici sapkának azért, mert az nekünk fontos dolog. Annak is nevezték hát a Szent Koronát? Hát azt is hallottuk. Igen. Egy pillanat, akkor most Ungvár Judolfhoz fordulok. Ön szerint miért nem nyugvó pontra ez az árpádsávos zászlóvita? Hát azért nem jut nyugvó pontra, mert egyrészt nagy a tájékozatlanság. Másrészt pedig emögött a dolog mögött súlyos identitás problémák húzódnak meg. Az a helyzet, hogy van egy hatalmas változás az életünkben, ami 1989-ben kezdődött, felszabadultunk. És egy demokrácia született. Tulajdonképpen az első olyan demokráciánk van, amely 16 éve tart, ilyen nem volt még eddig a történelmünkben. És hát egy demokrácia sokkal nehezebb, mint egy diktatúra. És a demokráciában elkezdődő modernitás az egy nagyon nehéz dolog, és erre az emberek jelentős része félelemmel és
bizonytalansággal válaszol, és keres magának fogódzót. És hát akiben félelem van, abban ingerültség van, támadó érzések is vannak. És akkor kiválasztanak olyan szimbólumokat, amelyek tulajdonképpen nem lettek volna kiválasztva, ha nem lett volna az embereknek ez a bizonytalanság érzésük, és ez a támadhatnékjuk. És kiválasztották ezt a zászlót. Ugyanis az a helyzet, hogy ez nem Árpád apánk zászlója. Ezt a zászlót először a források 1271-ben említik, és utána is csak kb. 20-30 évig volt az Árpád család zászlója, míg aztán Rákóczi idejében megint megjelent a piros-fehér. De ez a piros-fehér csíkos zászló, ez Spanyolországból Olaszország közvetítésével került. Tehát Magyarországra Imre király felesége, Aragóniai Konstanca hozta magával, és hát olyan távolság van ennek a zászlónak az első megjelenése és Árpád apán között, mint tőlünk a mohácsi vész. És ezt a zászlót valójában Afrikából a mórok hozták át, mert az ő szemita arab fekete-fehér csíkos ornamentikája került át Európába, amikor legyőzték a nyugati gótokat Spanyolországba, és ez egy germán kultúrájú nép volt, amely a maga germán színvilágára adaptálta a szemita arab fekete-fehér csíkozást piros-fehér csíkozásra. És így indult el, úgyhogy azok, akik ezt a zászlót itt Magyarországon most lobogtatják, nem tudják, hogy ez tulajdonképpen egy zsidó alap jelkép germanizálva. Úgyhogy ilyen értelemben nem Árpád apákról van szó. Ha ősi magyar zászlót akarnának használni, milyen zászlót kellene használniuk? Feltételezhető, hogy a korai Árpádoknak vörös volt a zászlajuk, és oroszlán volt a címerállatuk. És ez a két szín, a vörös és az oroszlán jelent meg általában a korai Árpádoknál, mint ilyen jelkép. Mit szól mindehez? Hát ez is egy vélemény végső soron. Itt azért történelmi tényeket hallottunk. Hát a véleménynek nem egyszerűsíteném le. Képes krónikában István királyt képen mutatják, ott már látszik a ruházaton az Árpád sávos zászló, és a pénzver, vagyis vert pénzt, azon is látszik a négy sávos és a nyolc sáv lándzsával. Úgyhogy azért ettől függetlenül ez is vélemény, hát általában mindig a jelenlegi uralkodó osztálynak a véleményét tükrözik ezek a történelmek. Már sok mindent hallottuk. Jelenlegi uralkodó osztálynak? Bocsánat, ezt nem értem. Hát én csak azt mondom, hogy hát mindig változik, ahogyan történelem volt, mindig változtak a vélemények. Volt például, hogy mondjak, 56 volt ellenforradalom, akkor forradalom lett, akkor volt kettős honfoglalás, vagyis honfoglalás volt, kettős honfoglalás. Ön ugye egyébként az Árpád-sávos zászlóhoz az elmúlt 40 évben ragaszkodott, vagy mióta, nem tudom hány éves, de ez folyamatosan jelen volt az ön életében? Hát az Árpád-sávos zászló, azt már mondom, hogy végső soron, ez egy jelkép nekünk. Hát értem. Mivel, hogy én a fasizmus idejében nem éltem, úgyhogy semmilyen közöm nincs ehhez a dologhoz. De az elmúlt 40 évben élt? Az elmúlt évben végén éltem. És mióta rengeti, mióta veszi elő az Árpád-sávos zászlót? Hát egy 20 éve körülbelül, mikor az ember már kezdi a történelemtudományokat tanulni. Tehát még a régi rendszerben is volt a kezében Árpád-sávos zászló? Igen. És arra utalt, hogy Ungvári Rudolfi tulajdonképpen kiszolgálja a hatalmat, amely úgy vélekedik most, hogy az Árpád-sávos zászló a történelmi zászlók sorába nem illeszthető? Hát én úgy látom, hogy egy hisztizés folyik itt az Árpád-sávos zászló, mert a hazafias érzelmi ember szerintem azért az nem fasiszta, nem, ne keverjük össze ezt a két dolgot. Hát lehet, hogy valakinek sérti. Itt sem hangzott el, meg nem is gondolom, hogy ezt mondják. Legalábbis a megfontolt többség nem így gondolkodik, de mondjuk az nem méltányolandó-e, hogy vannak emberek, nem is kevesen, akikben ez rossz érzést kelt. Ez például önnek nem szempont? Hát az is szempont, de szerintem ez egy picit, hogy mondjam, nem akarom durván mondani, tudathasodás, mert ne keverjük ezt a dolgot azokkal a dolgokkal, amik akkor történtek, amit mi is elítélünk. De mivel, hogy használhatjuk a történelmi erdekénket, talán szerintem túl kellene ezen lépni. Úgyhogy a hazafiságnak egyik részét, ha... De hát ez nem racionális dolog, hanem érzelmi. A zászlót meglátják, és eszükbe jut mondjuk a nagyanyjuk, vagy nagyapjuk, vagy anyjuk, vagy apjuk, akiket elvittek, és ez a zászló felidézi bennük ezt. Azért mutattam meg a Fidesz kongresszuson ezt, hogy ez nem fasiszta zászló, de most is megmutathatom, mert itt van nem, a zászló. Nem, láttuk már, köszönöm szépen, akkor adjuk meg Ungvári Rudolfnak a szót. Hát az a helyzet, hogy... Az a vicc, hogy ezt a zászlót valójában nem a Fidesz tömegei, nem a hozzám hasonló polgári emberek lobogtatják, hanem a
bőrfejű, bomberjackis, Martens bakancsos, fekete ruhás fiatalok, és ez az ászló többnyire például a Gede testvérek könyveit árusító, szennyirodalmat tartalmazó polcokon, az antiszemita könyvek fölött van kitűzve. Úgyhogy mindezek láttán, mivel általában nagyon kevés polgári ember lobogtatja, nem lehet nem a nyilasokra gondolni. Úgyhogy ez egy olyan kompromitáló dolog, hogy én szerintem kész politikai öngyilkosság felvállalni a Fidesz számára ezeknek az így lobogtatott zászlónak a jelképét. Az nem lehet, hogy mondjuk a nyilasok is használták, illetve ön, amikor használ jó hiszemen, de ez a kettő egybe mosódik, ha egyszer kiáll vele és kezében van? Hát ez még fel sem merül, de azt fel is feltételezze rólunk, hogyha ez azt teljes mondom, azt mondom, hogy ön jó hiszeműen használja, de használják a nyilasok is, és ez a kettő egybe mosódik. Használták igen. Azok, akik most használják. De nem ezt használták, hanem hasonló zászló. Tehát akkor beszéljünk most a nemzeti szín zászlóval, amit lobogtatunk. Igen. Ebben sarló és kalapácsot vartak valamikor. Most akkor ez a zászló? Már hogy ezt nem értem pontosan. Hát én meg pontosan mondom, hogy akkor ez most a zászló, én kérdem tőlük, mivel használták a kommunizmusba, a sarrót, kalapácsot vartak bele. Akkor ez most kommunista zászló, nemzeti szín zászló? Így kérdezi. Én kérdem. Csak hogy a nemzeti színű zászló sohasem volt a kommunista párt zászlója, az a vörös zászló volt. Ellenben az Árpád-sávos zászló, és most mindegy, hogy számoljuk a csíkokat, amikor én kint az utcán látom, hogy nem megyek oda elkezdeni számolni a csíkokat, az a nyilas keresztes párt zászlója volt, amelyet országos legitimitásra kényszerítettek. És hát én nem egészen értem, hogy egy olyan rövid idő telt el azóta, hogy ezt a zászlót fasiszta célok szimbolizálására lobogtatták Magyarországon, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne legyen jelentősége ennek a múltnak ma. És azt sem értem egészen, hogy a magyar nemzethez való hovatartozást, odatartozást miért kellene pont egy olyan zászlóval kifejezésre juttatni, amelyik ilyen mértékben meg van terhelve ezzel a történelmi szégyenfolttal. Kíváncsi vagyok a válaszára. Hát azt kérdem, hogy biztos látta a Nemzetvédelmi Hivatalnak a honlapját, és az hogy jelentkezik be? Hogy? Tudja, az a helyzet, hogyha a történelmi zászlósor 23 zászlaja közül kiemelik ezt az Árpád-sávos zászlót, ami ott van a parlamentben, és kiviszik az utcára, a politikai tüntetések színterére, akkor az ember azt kérdezi meg, hogy ugyan miféle üzenete van ennek a zászlónak így kiragadva az utcán. Ez azért egy nagyon erős üzenet ezzel az 50 évvel ezelőtti nyilas múlttal. Hát a miniszterelnök is felesküdött erre a zászlóra, mert ott van, ahogy ön mondta, 13 zászló között ott van. És én nem látok olyan különösebb dolgot abban, mert mivel, hogy 13 zászlót nem tudnak vinni az emberek, csak egyet tudnak vinni. Na de van még további 22-t, miért nem abból választanak? Hát biztos, hogy ez a, mivel hogy az ősi múltunkhoz mondtunk, hogy mondtam, hogy nem egy véleménye vagyunk teljesen. Mi az Árpád-sávú zászlót, mi az Árpádhoz kötjük, és az ősi múltunkat. De Árpádhoz ráadásul más kötődött, vagy más is kötődött, más legyünk is. Megengedőbbek. Jó, legyünk. Akkor? Azok közül nem lehetne olyat választani, amely ennyi kellemetlenséget, tehát ilyen halálfélelmet nem idéz vissza bizonyos emberekben? De hát én ezt most is elmondtam, hogy mi teljesen elzárkózzunk ettől az ilyen megítéléstől 100%-osan, úgyhogy nekünk se a fasizmus, se a kommunizmus teljesen idegen és tőlünk távol van. De az nem zavarja önt, hogy olyanok lobogtatják többségben ezt a zászlót, akikkel ön sem azonosulna? Azokkal teljesen el kell határolni, azt hiszem, biztos látta a felvonulást is, hogy ott rendezett, rendes, békés emberek vonultak le, nem randalírozók, és ez nem az azonos azokkal, akiket ön nem megemlített. Igen, csak az a vicc, hogy ezek a rendes, békés emberek nagyon kis számmal lobogtatták ezt a zászlót szemben a randalírozókkal, ahol ez a zászló dominál. Szóval én, tudja, madarat tolláról, embert barátjáról, én sikoltozva eltávolodnék ettől. Én megkérdeztem öntől most az előbb, hogy ha valaki kést fog a kezébe, az már gyilkos? Az a helyzet, hogy én nem azt mondtam, hogy akik ezt a zászlót Martens bakancsban, bomberjackiben, zsidózva lobogtatják, gyilkosok.
Én csak azt mondom, hogy ez egy rendkívül kompromittált társaság. És ezeknek a közelébe kerülni politikailag, én szerintem a maga párttársai nem különösebben örülnek ennek. Ez egy kicsit túl van ragozva, én úgy gondolom ez az egész dolog, mert ez másképpen is meg lehetett volna oldani. Hogy érti, vagy mit értezem? Hát nem kellett volna ennyire felfújni a sajtónak valószínűleg ezt a dolgot, mert... Ezt is a sajtó fújta fel? Ennyi? Hát igen. Tudja, az a vicc, hogy én nem a sajtó vagyok, és én csak azt mondtam el itt, amit a tudomány mond ma. Ezt, ha a weben megnézi az Árpád-sávra vonatkozó irodalmat, ugyanezt fogja olvasni, amit én elmondtam történelmileg, és nekem nem volt szükségem a sajtóhoz ahhoz, hogy úgy érezzem, kétségbe vagyok esve Magyarország miatt és a magyarságom hírneve miatt. Stúdiónk vendége Elek István közíró és Debreceni József publicista. Először egy-egy kérdést csak tennék föl önöknek, aztán utána úgy is átengedem a vitának, ha vita lesz a terepet. Debreceni úr, mintha azt venné az ember észre cikkei, meg most a ma megjelent válasza alapján, hogy nézetei és a hangja, mintha radikalizálódna, vagy radikalizálódott volna az utóbbi hónapokban. Mi ennek az oka? Hát mit ért radikalizmuson? Hát, hogy egyre keményebb, egyre, hogy úgy mondjam, szókimondóbb és meg nem engedő. Van egy véleménye, és abból nem enged. Hát igen, úgy tűnik. Nyilván elsősorban Orbán Viktorról van szó, illetve a Fideszről, akiknek a politikáját egyre egyértelműbb bírálattal illettem az utóbbi időben. Ami persze elég régóta zajlik már, csak megjegyzem, hogy 2000 az az év, amikor utoljára közölt tőlem a Magyar Nemzet publicisztikát, akkor a hivatalban lévő Orbán miniszterelnöket ért kritika után tartották úgy, hogy többet nem kívánnak ilyen írásokat közölni tőlem, tehát ez egy elég régi történet, de abban teljesen igaza van, hogy a közelmúltban, és nyilván ahogyan a választásokhoz közeledünk, és hát ahogyan, nekem ugye az a rögeszmém, hogy Orbán Viktor változik fokról fokra, és hát különösen a 90-es évekbeli önmagához képest rengeteget változott, és hát ahogyan az ő politikája radikalizálódik, ahogyan távolodik a parlamentarizmus értékeitől, ahogyan populistává válik egyre inkább, hát nyilván én úgy egyre egyértelműbben fogalmazom meg vele szemben a kritikámat. Nyilván a választások is közre játszanak vele, persze, mert hát a tét. De valóban úgy érzi, hogy konzervatív meggyőződésű emberként önnek kell mozgósítani a baloldalt, ahogy cikkében mondja, a populista Orbán Viktor ellen, mert veszélyesnek tartja őt a magyar parlamentarizmusra nézve? Hát ennek egy ilyen konkrét élmény az oka, hogy ezzel a hangütéssel kezdtem azt a cikket. Egy olyan társaságban beszélgettem nemrégiben, ahol elég sok úgynevezett baloldali értelmiségi volt jelen, és hát én nekem nem akarom megbántani őket, de volt egy olyan érzésem, hogy nosztalgiával emlegetik, vagy gondolnak még mindig a régi szép időkre, amikor a demokratikus karta keretében a csurka veszéllyel szemben megvédték az országot. Tehát azt hiszem, hogy ez adta a hangütést, és hát ebben a cikkben leírom azt, hogy a Csurka István valójában sose volt ilyen értelemben veszélyes, csak az MDF-re volt veszélyes, az MDF-et tudta lejáratni. Tehát azt mondja, hogy Orbán Viktor veszélyesebb a magyar parlamentarizmusra, mint Csurka István? Hát csak két adatot mondok. Csurka István 1,4%-ot ért el azon a 94-es választáson, amely előtt a kárta igyekezett vele szemben megvédeni a magyar köztársaságot, és aztán egyszer bejutott a parlamentbe, utána nem jutott be, most megint nem fog tudni bejutni. Tehát Orbán esetében nyilván a hatalomról van szó, ő fog kormányozni. Annak, hogy megvádolták titkosszolgálati múlttal, ön szerint köze van ahhoz, hogy Orbán Viktort egyre radikálisabban bírálja? Ez a meggyőződésem, igen. Hát ez egy sorozatnak az utolsó etapja volt, tehát én ezt több helyen elsoroltam, tehát kizártak egy olyan konzervatív körből, amelyik 5 éve valójában nem működött, ahol a helyi fideszes képviselő a törzstag, a Magyar Hírlapban megszüntették a rovatomat, arra hivatkozva, hogy Orbán Viktor túlságosan sűrűn bírálom, a Lapozóban be akartak ültetni egy Fidesz közeli politológust, és hát ez az ügynök vád pedig a Népszabadságban megjelent és ön által is idézett cikkemnek az elő estéjén történt, tehát nyilván ennek akartak elévágni, vagy hát tényleg remélem nem tűnök rögeszmésnek, de hát úgy ítélem meg természetesen. És hát egyáltalán nagyon sok jel mutat arra, hogy itt nem valami
valami fölgerjedt radikálisnak a névtelen levele az, ami ezt az egész ügyet elindította. De ha még ezt el is fogadnánk, szóval ahogyan rácsapott erre a Hír TV és a Magyar Nemzet címoldalon, szalagcímmel, ahogyan Deutsch Tamás beült a Hír TV esti műsorában, szóval ezek nyilván arra utalnak, hogy itt még ha föl is tesszük, hogy valami véletlen ürügy szolgált ehhez alapul, de ahogyan a fideszes média teljes gőzzel erre ráhajtott, és ahogyan aztán, amikor kiderült, hogy a történeti hivatalban semmiféle dokumentum, egy betű nincs arról, az én általában titkosszolgálati múltamról, hát tényleg egy valamire való újság ebben az esetben hát legalább a negyedik oldalon egy sort közöl, nem elnézést kér, csak egy sort legalább arról közöl, hogy tegnap kiadtak egy igazolást, hogy Debreceni József. De ez nem jelent meg. Természetesen nem. Meglepte, bántotta, hogy az itt ülő régi barátja, Elek István nyilvánosan megrótta ezért a Népszabadságban, abszurdnak nevezve az álláspontját, és lényegében úgy ítélte meg, hogy ön átállt a másik oldalra. Ezt erősítse meg, hogy nagyjából jól foglaltam össze. Igen, hát ezt én csak megállapítottam azt, amit ő ki is mondott a cégben, hogy ő mozgósítani akarja a baloldalt, sőt, elégedetlen a baloldallal, mint hogyha a baloldali publicisták, közírók nem éreznék a veszélyt. Hát most is végül is erről beszélt. Szóval a kérdés az az, hogy meglepte, illetve bántotta ez? Hát nem lepett meg, mert Pista fölhívott telefonon előtte néhány nappal, egy héttel. Már mi talán. A cikk előtt, tehát amikor ez a bizonyos ügynök ügy már kipattant, hát mondjuk hálás lettem volna neked, hogyha a nyilvánosság előtt is mondjuk teszel egy gesztus, de most tényleg ezt a szállat nem akarom megpendíteni, de akkor jelezte, hogy gondolkodik egy publicisztikán, amelyben, hát mit tudom, kritikával illeti az én politikai álláspontomat, tehát egyáltalán nem lepett meg, hogy megjelent egy ilyen cikk a Népszabadságban. Harag azért nincsen önök között, tehát mert olyan szigorúan felém néz Elek István, tehát ebből nem tudom, hogy milyen következtetést vonjak le. Hogy nem is hajlandó ránézni, vagy azért nem. Szóba állnak egymással? Hát hiszen levelező partnerei az utóbbi időben. A cikkből kiderül, hogy én milyen hangot ütök meg, és hogyan adom elő a nézeteimet. Hát én szomorúan vettem tudomásul azt, ami az elmúlt hónapokban végbe ment, és voltak éppen az ügynök vád napvilágra kerülése előtt készültem egy hasonló szemléletű cikket írni. A dolgozatomban is hivatkozom arra, hogy több régi barátunk beszélgetés közben engem faggatott, hogy szerintem mi a csuda van a Jóskával, megőrült, ahogy idézem a cikkbe, hogy idáig eljut, hogy mozgósítani akarja a baloldalt, a baloldallal elégedetlen, hogy nem elég határozottan, keményen lép fel Orbán meg a Fidesz ellen. De miért érezte úgy, vagy miért érezték barátaival együtt, akik kérdezték önt úgy, hogy Debreceni József álláspontja, hogy mondja a cikkben, drámai módon megváltozott olyannyira, hogy figyelmeztetésül önnek is ugye nyilvánosan kellett megszólalnia, mint hogy ezt tette a múlt pénteki Népszabadságban? Én azt gondolom, hogy ezek a változások okozzák valóban, mert a 168 órában, a Magyar Hírlapban és a Népszabadságban közölt néhány interjúban, cikkben fogalmazódik meg így egyértelműen kőkeményen, hogy a következő választásról van szó, és itt az a tét, hogy ez vagy az, és muszáj neki mozgósítani a jobb oldallal szemben. De akkor inkább úgy kérdezem, mivel magyarázza, hogy Debreceni József az ön szavai élve ilyen drámai módon megváltozott? Hát ennek valami oka csak lehet? Így van, én is próbáltam mindenféléket mondani a barátaimnak, de hát oda jutottam, hogy ha leülök, átgondolom a dolgot, akkor nekem is inkább kérdéseim vannak. Mert mindazok alapján, amiket Jóska cikkeiben, interjúiban megfogalmaz, mindazok alapján én azt gondolom, hogy lehet azt választani, hogy publicistaként keményen bírálja Orbánt, de mondjuk éppen ezért az MDF-re szavaz, vagy lehet azt mondani, hogy hát tudomásul veszem, hogy nincs olyan politikai párt a színen, amelyikhez én szívesen csatlakozom, akár csak a szavazatommal. Ezt mind el tudom képzelni, akár azt is, hogy az eljutott ember... Eljutott ilyen messzire? Mert én erre nem emlékszem, hogy ilyen értelemben bármely tábor, bármely párt mellett letette volna Debreceni József a voksát. Nem, igen? Nem. Azt megfogalmaztam, hogy Gyurcsány Ferencet, mint alternatívát tartom a jónak, illetve hát ebben a válaszlevelem. De abból az nem derül ki, vagy nem következett, hogy és egyébként pedig MSZP szavazó lett. Ebből ez nem következik. Hát hogy ne következne, akkor nem tudom, hogy
milyen olvasóra számítasz, aki elolvassa azt a mondatot a 168 órában és most is, hogy hát egy ébresztő baloldali publicisták, közírók, nem érzitek a veszélyt, hát így baj lesz, meg kell állítani. Igen, kimondod az interjúban is a 168 órában, igen, nem köntörfalazok, az a tét, hogy meg lehet állítani Orbán Viktort, és hát nyilván azt, amit képvisel. Az egyébként hát baj, ez pedig csak úgy lehet, az hogy... egyébként baj, hogyha mondjuk Debreceni József helyzetértékelése megváltozott? Hát abban az értelemben mindenképpen, hogy én is azt gondoltam meg, a barátaink is hosszú időn át, hogy mindannak ellenére, amit kritikaként elmondott korábban a Fideszről, az MDF-ről, Orbánról, odáig nem jut el, hogy amikor egy szoros választási verseny zajlik Magyarországon, akkor mindannak ellenére, amit képvisel a jobboldal, a Fidesz, azok mellett, a kifogásolt elemek mellett, mindannak ellenére azt gondolja, hogy ki kell állni egyenesen, kőkeményen a baloldal mellett. Akár a meggyőződése mellett is ki kellene állni mondjuk a jobboldal, vagy adott esetben Orbán Viktor mellett? Hát ez a kérdés pontosan, hogy hogy jut el ahhoz a meggyőződéshez, hogy nem számít neki mindaz, amit a Fidesz vagy az MDF családpolitikában, a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikában, a népesedés ügyben, az oktatás ügyben, a cigány ügyben, a nem tudom miben képvisel, mindez nem számít, legalábbis úgy tűnik, és az viszont annyira számít, amit kritikaként előad a politikai kultúrával, a demokratikus eszköz használattal, vagy annak a hiányával kapcsolatban, stb. Tehát az a legfontosabb állításom gyakorlatilag, hogy azt mondja Jóska, szerintem abszurd módon, hogy itt rendszerek között választunk voltak éppen. A liberális demokrácia, parlamentáris rendszer és a populizmus, mint egy ezzel szembeállított alternatív rendszer között. Én meg azt állítom, hogy az alkotmányosan garantált törvényekben, garantált liberális demokrácián belül két kormányzati alternatíva között választunk. Sok mindent el lehet mondani a Orbán és társai és pártja kritikájaként, még én is osztom nagyon sok elemét ezeknek, de odáig nem jut el az ember, hogyha komolyan gondolja, hogy ő maga azokat az értékkonzervatív megfontolásokat változatlanul komolyan képviseli, amelyeket korábban képviselt. Hogy ne nagy monológok legyenek, hanem beszélgetés és vita. Én azt mondom, nyugodtan forduljanak egymás felé, nem kapcsolódnék ebbe be, csak legfeljebb akkor, hogyha valamilyen játékszabály ellen vétenének, de attól tartok, hogy ilyenre nem kerül sor. Parancsoljon, mert látom, hogy nagy levegőket vett. Nem fogjuk vízzel locsolni egymást, mint Sirinovszki annak idején. Na hát először is tisztázunk valamit, tehát ha egy publicista, egy politikai elemző vagy politikai közíró leírja a véleményét, az különbözik attól a magatartástól, amit a pártok folytatnak, hogy a szavazatszerzés érdekében mozgósítanak és szavazókat akarnak gyűjteni, tehát én addig a világért nem mennék el, ameddig te úgy gondolod, hogy elmentem, tehát én azt a határozott véleményemet fejtem ki sorra rendre, valóban, hát nem fogom tudni most itt az összes cikkemet végigmondani. És hát tételezzük, hogy a nézők nagy részt olvasták, amiről beszél. Igen, hogy Orbán politikájában csak ugyan a parlamentaris demokrácia, a parlamentarizmus alapértékeit kérdőjelezi meg, és egy olyan politikai cél- és eszközrendszert képvisel, amelyik tényleg távol van attól a populáris parlamentarizmustól, amire te hivatkozzol az előző szövegedben, hogy ezt nyugaton is. Hogy ön szerint meg kell védeni Orbán Viktortól a magyar demokráciát, és ha igen, kinek kellene megvédeni? Hát erről beszélek pont, hogy ez abszurd álláspont szerintem. Abszurd álláspont. Én is sok tekintetben vitatkozom azzal, amit csináltak 2002 óta. Ha az én normáim, politikai stílussal kapcsolatos normáim érvényesülnek, akkor sok mindent másként csináltak volna, de tudomásul veszem, hogy én nem tudtam egy olyan politikai pártot lábra állítani, ami minden vonásában megfelel az én ízlésemnek, és tudomásul veszem, hogy mindannak a hibának ellenére, amit képvisel, hát mégis, ha összehasonlítom, nem steril térben döntünk. Hát alternatívák vitatkoznak egymással. Ha az a kérdés, hogy egy MSZP, illetve MSZP-SZDSZ vezette kormány folytassa, vagy egy Fidesz, esetleg Fidesz-MDF, vagy nem tudom kicsoda vezette kormány, hát akkor nem lehet kétséges. Azt gondolom, ha az ember változatlanul
bármilyen jelzővel ellátott konzervatívnak vagy jobboldalinak tartja magát, hogy melyiket kell választania? Ez a kérdés. Ez ilyen hitbeli meggyőződés? Nem. Tudnék, hát hogy ki változott. Én, nekem volt egy olyan cikkem a Népszabadságban, amelyik végülis a Magyar Hírlap helyett jelent meg ott, mert ott már nem jelentett meg, ahol Orbán Viktor 90-es évek első felében mondott beszédeiből egész bekezdéseket, tehát tényleg nem kiollózva és nem csúsztatva, egész bekezdéseket idézek, az egyházpolitikától kezdve a nemzetpolitikáig, az állam szerepéig, a tulajdonhoz való viszony, a gazdasághoz való viszony tekintetében. Azt elfogadod, Pista, hogy Orbán 180 fokban szembefordult azzal az Orbán Viktorral, tehát a 90-es évek első felének Orbán Viktorával. Amiket akkor mond, azok a mostani Orbán Viktornak a megsemmisítő kritikáját adják, és az a mágubó hasonlat, amit annak idején megfogalmaz, az most teljes mértékben érvényes rá. Tehát róla... Ez hogy szól? Hát, hogyha egy politikus túl gyakran változtatja a nézeteit és a véleményét, akkor előbb-utóbb kiülés olyan lesz, mint a üres mágubó az örök, hogyha fújja a szél. Ezt ő 93-ban mondja. És most ön azt mondja ugye az írásában is, hogy gyakorlatilag erről van szó Orbán Viktor esetében. Igen, bocsánat, meg annyit hadd mondjak, hogy az én esetemben, ha én megváltoztam, nálam nem lehet kimutatni azt, hogy én mást mondanék most Antal Józsefről, mint annak idején, vagy Göncz Árpádról, mint annak idején, vagy Csurka Istvánról, mint annak idején. Tehát azokra az írásaimra utalok, amelyek akkoriban a legélesebb állásfoglalást képviselték. Orbánról azért mondok mást, mert Orbán más, tehát hihetetlen átalakuláson ment végbe. Nem csak arról van szó, hogy a baloldalról átjött a jobb oldalra, hogy liberálisból, baloldali liberálisból konzervatív lett, hanem ami határt nem lehet átlépni szerintem az, hogy a parlamentáris politikai rendszer, szabályrendszer ből kilépve egy populista és egy tényleg egy intézményes populizmus felé halad. Hát én felsorolom ebben a mostani cikkemben azokat a elemeket, amiket te hiányolsz, most is elmondom szívesen majd a nézők kedvéért. Ön azt mondja, hogy ebben az újságcikkben, hogy Orbánban egy potenciális államférfi és egy közönséges balkáni lótolvaj személyiségjegyei keveredtek és csatáztak egymással, már azonban az előbbi eltűnt. Igen, hát azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem tényállítások, természetesen nem gondolom, hogy Orbán Viktor lovat lopott volna valaha, ez egy metaforikus kép, a potenciális államférfi, és a közönséges balkáni lótolvaj nyilván azt értem, hogy az az ember, aki erőszakosan, fondorlatosan a maga politikai céljai érdekében hát minden lehetséges eszközt fölhasznál. Ilyen értelemben azt mondom, hogy e felé tolódott. Elek Istvántól hadd kérdezzem meg, hogy ön szerint Debreceni Józsefnek ma az egyik legnagyobb hibája, hogy azt a látszatot kelti, mintha a mai politikai viták tétje az lenne, hogy Gyurcsány, vagy az Orbán által megtestesített politikai kultúra kapjon-e felhatalmazást a kormányzásra? Ön szerint, nem ez akkor mi a tét? Nem, ugye ezt mondom, egyrészt, minthogyha ez lenne, de ugyanakkor, minthogyha ezzel azt is sugalná, hogy ennek olyan jelentősége van, hogy voltak éppen rendszerek között választunk, és ez az abszurdum, amit én változatlanul vitatok. Nem lehet egyszerűen arról beszélni, hogy itt az elfogadott parlamentáris demokratikus játékszabályok közül kilépett, nem. Ezt állítom, hogy az alkotmányban, a törvényekben lefektetett keretek között működik mind az, amit látunk. Lehet, hogy ez ellenszenves. A 96-os Elek Istvánnak is, aki odament valamikor is tanácsadóként dolgozott Orbán Viktor mellett, amikor a Fidesz egy kis liberális, radikális pártból konzervatív, liberális polgári pártá alakult át, illetve ennek legfontosabb lépéseit megtette, és itt egy mondata. Hadd utaljak vissza, bocsánat. Azt mondod, hogy 180 fokos fordulatot tett. Hát, hogy a fenébe tett volna 180 fokos fordulatot? Én azt mondom, hogy nagyon sokat változott, de ez a nagyon sok változás kedvemre volt nagyon hosszú ideig minden tekintetben. Azért tudtam én is oda menni, és mentél volna te is oda, amikor az MDF-ből kizártak bennünket, mert azt gondoltuk, azt éreztük, hogy igen, közelebb jött ahhoz az értékrendhez, amit mi képviseltünk. Hát én keveseltem azt, amit a konzervativizmus,
a keresztény demokrácia szelleméből átvett, még akkor is, amikor én oda mentem. Tehát én azon dolgoztam tanácsadóként is, ott még a Tellér Gyulával és másokkal, aki meg az SZDSZ-ből jött, hogy még karakteresebb legyen ez a kereszténydemokrata, szociális elkötelezettségű, konzervatív liberalizmussal a Fidesznek. De a liberalizmus az... kilépett a demokratikus keretek közül, Orbán Viktor, ön azt állítja? Jó, de most akkor majd erre is szeretnék reagálni. Mert ez volt a nyitó kérdés. Akkor én elmondom az érveimet, igyekszem összefoglalni. Tehát Orbán már kormányfőként is nagyon sokat tett azért, hogy a parlamentáris kontrollt a kormány fölül minél inkább elhalványítsa, megszüntesse. Tehát lehetett úgy értelmezni a házszabályt, a hetenkénti ülésezést, vagy az 3 hetenkénti ülésezés, az interpellációk idejének a felét elfoglalták a kormánypárti képviselők, ugye az interpelláció az a kormány ellenőrzésének az egyik fontos nyilvánosság előtti eszköze, a vizsgálóbizottságok működését megbénították, a legfontosabb parlamenti beszéd, legfontosabb, bocsánat, politikai beszédeit nem a parlament előtt mondta, hanem kivitte a Vigadóba. Azóta, ugye 3,5 évig nem ment be a parlamentben, templomokban beszélt, olyan gyűléseken beszélt, ahol ellenvélemény nem fogalmazódott meg. Itt nem csak politikai kultúráról van szó, hát azért a parlamentarizmusnak az egyik legfontosabb ismérve, hogy van egy politikai vitahelyzet, vitatér, beszédhelyzet. Orbán ebből kivonta magát. Amikor bement a parlamentbe, akkor is csak annyi történt, hogy 5 perc alatt felolvasta a javaslatait, és aztán nem vett részt ezekben a vitákban. Nekem azt mondta 2002-ben, hogy abban az interjúban, ami a könyv végén szerepel, hogy úgy, tehát nem tud hibát mondani a kormányzás során, ami lényeges kérdés lett volna. Egyetlen hiba van, hogy ha még egyszer 4 évvel okosabban újra a kormányra kerülne, akkor sokkal keményebben ezt a szót használja, sokkal keményebben és határozottabban. Ön ettől félti Magyarországot? Egyrészt úgy gondolom, hogy az írott alkotmány szabályai között is nagyon sok mindent lehet tenni, tehát például egy heti ülés helyett lehet 3 hetente ülésesztetni a parlamentet, ami megint csak egy rendkívül... Nem is beszéltem a két éves költségvetési vitáról. Illetve hát nem beszéltem még arról, hogy spekuláció alapú gazdaságról beszél, amit összehasonlít, illetve ellentétbe állít a munka alapú gazdasággal, idegen tőkéről beszél, 7 bőrt nyúznak le az idegen tőkések a magyarokról, a magyarokon kívül mindenkinek jó ebben az országban, a bálványosi, vagy nem tudom, hogy hol mondott erdélyi beszédében a baloldal, ráront a nemzetére, és nem zárja ki, hogy ennek esetleg genetikai okai vannak. Szóval ez a szóhasználat, ez az ideológia, mert ez tömény ideológia szerintem, ez idegen a nyugati politikától. Azt mondott, hogy nyugaton is vannak ilyen jelenségek. Felsorolom ebben a cikkben, hogy soha nem próbált Tony Blair falu parlamenteket szervezni Angliában, soha nem beszélt az idegen tőke ellen Bush, de a holland miniszterelnök se, hogy nem mondhassd azt, hogy csak a kis országban fordulhat elő. Lassan letelik a műsoridő, erre szánt része. Mi erre az ön válasza? Hát egy idézet például. Azt mondja Le Monde 95 végén, a globalizációnak magát eddig alávető Európában a liberalizmustól való elfordulás félreérthetetlen jelei mutatkoznak. A liberálisok egy olyan konzervatív jobboldallal néznek farkas szemet, mely nem csak a törvényt és a rendet kívánja fenntartani, de a szociális védelmi rendszert is. A liberálisok olyan országokban sem védik már a minimális állam elvét, ahol hatalmon vannak, mint Belgiumban vagy Dániában. Európa polgárai rehabilitálják az államot a gazdaság irányításába, és nem hajlandók feláldozni a szolidaritás követelményét a piac törvényeinek. Chirac az informális EU csúcson azt mondja, hogy elképesztő az, hogy a tengeren túlról jövő tőke Löpennel semmi módon nem működött együtt. Müntefering, a szociáldemokrata, ugye, elképesztő hangon ostorozza a spekuláns tőkét. Mihály Gugosz, aki most került be gazdasági miniszterként a német kormányba, az egyik sáskajárásról beszél, azt mondja, hogy a tengeren túli tőke, mint a sáskák csapata, csap le és semmisíti meg az ökoszociális szövetét. A társadalomnak csak a profit érdekli. Tehát arról beszélek, hogy a nagyvilágban is a korlátok nélküli piac működésével szemben, a globalizáció káros hatásaival szemben egy határozottabb, állambarát,
aktívabb szerep felfogású liberális konzervatív politika fogalmazódik. Berlusconiról ne beszéljünk, hogy. És akkor úgy gondolja, hogy ez azonos Orbán államfelfogásával? Azt gondolom, igen, hogy pontosan erről van szó, hogy Orbán azt mondta, hogy nem volt elég kemény, én is azt mondom, hogy nem volt elég kemény, de ebben a tekintetben nem volt elég kemény, hogy az ökoszociális szempontokat nem képviselte elég határozottan. A profit szerzés a tőkének, a multinacionális tőkés csoportoknak természetes törekvése. Egy demokratikus állam vezetőjének meg természetes törekvése, hogy az állampolgáraik érdekében keretek közé fogják, a társadalom érdekében szabályozzák ennek a korlátlan hatalomnak a működését. És e tekintetben Szalai Erzsébet, baloldali szociológus írta meg kemény hangon, hogy igen, nagyon sokat beszélt már a kormányzati időszakában is Orbán Viktor ilyesmikről, de nagyon keveset tett. Én is azt mondom, hogy keveset tett. Tehát ha keményebb akar lenni e tekintetben, nagyon jól fogja tenni. Ennyi? Köszönöm szépen. Remélem, nem lesz mondjuk rá módja. Mit mondod? Remélem, nem lesz rá módja. 4-5 perccel talán túl is léptük az erre szánt időt. Én a végén csak annyit kérdezek, hogy azért eltérő véleményeik és meggyőződéseik dacára azért egy készfogással befejezhetjük már egymás közti készfogással ezt a találkozót. Ugye? Még puszit is adunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és megosztották a véleményüket, még ha azok eltérők is. Köszönöm.